nyelvtanulás fontosságát helyezték előtérbe a szervezők. A feladatokat tematikus sorrendbe állították össze, amelyek kapcsolódnak az iskolai tananyaghoz. A táborban 5 napon át foglalkoznak a gyerekekkel játékos formában. A diákok a gyümölcsökkel, a közlekedéssel, időjárással, utazással, illetve az Egyesült Királyságról tanulhattak. A délelőtt folyamán szavakat sajátítottak el, énekekkel, tánccal, ügyességi feladványokkal. A gyümölcsök neveit pedig egy sorversennyel találták ki. Délután szabadidős tevékenység volt, amelyen kézműves foglalkozásokon vehettek részt, azon kívül filmezhettek. Hát, máma kahutoztunk, az egy játék, tablet és telefonoztunk, szavakat átismételtük, játszottunk egy csomót, nagyjából ugyanígy. Nagyon jó, ez a tábor egész héten nagyon jó volt, tökre kedvesek az emberek is, nagyon jókat tanulunk is. Szeretek angolul tanulni. És miért szereted az angolt? Azért, mert nem olyan nehéz. És mit csináltatok ma? Telefonos játékot játszottunk, és még Pifufkába jöztünk, az egy játék, amit itt lehet játszani, és még sorverseny is volt, és ennyi. Játszottunk ma a telefonon, és Pif-Pufká bolyoztunk, és átismételtük a szavakat, gyümölcsöket, járműveket, házakat, strawberry, banana, peach, Raspberry, apartment building, cottage, stilt house. Ismételtünk szavakat, több szavat ismételtünk, amit az első napon, második napon csináltunk, és még sokat játszottunk. Nemrég voltunk kint itt a könyvtár előtt. Nagyon jó volt ez a hét, és tök jól éreztem magam, és nagyon sok új szavat tanultunk. Szeretek angolozni, szeretek angol tanulni, nem nehezek a szavak. Én egyszer szeretnék kimenni Angliába, aztán mindent ott kipróbálni, megnézni milyen. Úgy ennyi. Jól tetszik az angol nyelv? Hát könnyű. Meg a suliben lehetett angolt vagy németet, és én inkább az angolt választottam, meg az a világnyelv, azt beszélik a legtöbben. Úgy ezért.